A több mint 30 éve az 1956-os eseményekre készült dallal nyitották meg ünnepi műsorukat a II. Géza gimnázium diákjai a Petőfi Sándor művelődési házban. Ugyan a magyar forradalom centruma Budapest belvárosában volt, de hamar elterjedt az egész ország területén az új életérzés. És már nem csak a Pesti utcán. Vidéken is felkelt az ifjúság. Maradék erejük lakba vetve, rohantak az ellenségre, mint bőszült vadkutya falka a koncra. Úgy vágytak ők a szabadságra. Nem sok mindent tudok róla, mert hogy 5 éves voltam, tehát akkor azért ezt velem nem tárgyalták meg, de hogy itt álltam a közelben a nagyapám oldalán, aki tényleg egy óvatos ember volt, és nem merészkedtünk közel, de a történéseket ő látta. Én már nem emlékeztem rájuk, de néha beszéltünk róla. Túl sokat nem, mert nem volt divat ezt a gyerekekkel megtárgyalni, meg hát ahogy mondtam a beszédben is, a történelmet a győztesek írják, és úgy írják, ahogy írniuk kell, de akik megélték, akik ebben részt vettek, azoknak sok mindent nem lehet meghamisítani. Voltak történések itt is, amikről tényleg nem tudok részleteket, csak hallomásból, amit tulajdonképpen már minden ünnepen el is mondtak, hogy azért volt itt egy mag, akik harcos emberek voltak, és hát felbuzdulva ezen a Budapestre jövő szabadságvágyon, itt is kifejezésre juttatták azt, hogy tulajdonképpen magyarok vagyunk, és szabadságot akarunk, és harcolunk, csak hogy megtették a maguk tevékenységeit, aminek a részleteit igazándiból nem tudom. Azt tudom, hogy utána nem beszéltek róla. Az ünnepi műsor után a Mansfeld kopjafánál ruhatták le tiszteletüket a megjelentek, majd a Városházán hallgathatták meg Kis István Lászlóné, Müller Zsuzsanna nyugalmazott óvónő beszédét, aki elmondta, hogy a magyarok mindig is megemlékeztek azokról az eseményekről, ami a szabadságvágyat és a szabadulni akarást fejezte ki, és az október 23-a is egy ilyen dátum. A magyar emberek élete szempontjából a szabadság az mindig egy olyan tudott vagy nem tudott, de mindig nagyon fontos tényező volt, amiért a legdrágábbat is képesek voltak odaadni. És ezt folyamatosan, erre folyamatosan emlékeztetnünk kell saját magunkat. Mert szabadság nélkül semmink nincsen. Lehet itt jólétben élni. Lehet itt olyan körülményeket teremteni, amiben úgy érzi az ember, hogy talán szabad. De ha nem mondhatja el szabadon a véleményét, ha csak bizonyos körök mondhatják el véleményüket, a magyar ember ebben az életben, vagy ebben a formában nem tud élni. És azt gondolom, hogy október 23-a is egy olyan napja a magyar nemzetnek, amikor erre újban fel kell hívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy tényleg azok az érzések, amelyek a magyar emberre jellemzőek, azok az érzéseket szabadon lehessen megélni. Bozsolik Róbert, a város polgármestere kiemelte azt is, hogy október 23-a visszatérő fontos dátum a magyar történelemben. Több évszám is kötődik október 23-hoz. 1956, amikor magyar fiatalok vezetésével nagyon sokan, több százezren, több millióan az egész ország úgy döntött, hogy elég volt az elnyomásból, elég volt a félrevezetésből, elég volt abból az ideológiából, ami nem a magyar embereknek a véleményét fogalmazta meg. 1989, amikor a magyar emberek egy nyugodt rendszerváltást hajtottak végre. Amikor felcsillant a remény, hogy mindazok az értékek, amelyek 56-ban is fontosak voltak, azok esetlegesen magyar emberek életébe, minden napjába bekerülhetnek. Szabadság, egyenlőség, jólét. Elmúlt több mint 30 esztendő, és ez még mindig csak ígéret maradt. És talán 2021. október 23-a egy
egy újabb olyan dátum lehet, amely felcsillantja a reményt. Felcsillantja annak lehetőségét, hogy mindaz, amiért 1956-ban, 1989-ben a magyar emberek felszólaltak, az talán most megvalósulhat. Libó István mondta, hogy a szabadság ott ér véget, ahol a félelem megszűnik. Azt gondolom, eljött a pillanat. Ha jól szerepelünk ebben a kérdéskörben, és jól éljük meg, akkor átadjuk ennek az emlékét, ennek az eszméletét, ennek a célját és ennek a feladatát. Tehát ezt, ahogy mondtam is a Babits szavaival, hogy a múltat feledni nem szabad. És addig, amíg van, aki ezt átadja, ez a mi feladatunk, az átadás, ezt őrizni kell, vinni kell, mint az olimpiákon a lángot szokták vinni. Ezt tovább kell adni nemzedékről nemzedéknek, mert az ünnepekre is szükségük van az embereknek. A megállásra, a gondolkodásra, a múltunkon való, nem azt mondom, hogy hosszas töprengésre, mert már leírták, hogy régi kor árnya felé visszamerengni mit ér, de abból élünk, és arra kell építkeznünk. Miközben azért a jelenben vagyunk, de visszük tovább azt a lángot, amit hozunk. Tehát tovább kell adni a lángot, ez a feladatunk, ezt adjuk át.